Kis Barbara tolnai lakos. 20 évet élt külföldön, számos országban megfordult, nemrég tért haza. Elindította a saját vállalkozását, és idővel a szerelem is rátalált. Már a családalapításon gondolkoztak a párjával. Azt mondja, szinte villámcsapásként érte, amikor januárban kiderült, hogy mellrákja van. Először iszonyat rosszul érintett, azt tudtam, hogy vannak cisztáim, és tudtam azt is, hogy ciszták esetleg van olyan lehetőség, hogy néha elrákosodhatnak, vagy ilyenek, tehát, de nem a nagy százalékban, tehát de azért figyelni kell, ezeket azért is voltam útrangon, de amikor ugye mondták először is, hogy húristen, malignus sejtek, és ugye én le is töltöttem az EST-ről, ugye láttam a szövettant, hát akkor teljesen padlót fogtam, és igazából amikor vették a korbiopsziát, hát az egy az, hogy ez egy kis műtét is, meg kapsz fájdalomcsillapítót, meg úgy lelkileg is fáj, tehát ott már ténylegesen kifolytak a könnyeim, meg minden, tehát nagyon-nagyon megérintett. Tehát ilyenkor az ember úgymond, hát nem is tudom, tehát ugye azzal szembesül, hogy úristen, daganatos vagy, és tehát nekem ez nem egy első dolog, hogy ilyenekkel találkozok, mert ugye életmódtanácsadó is vagyok, tehát munkámból kifolyólag, meg már évek óta voltak emberek a úgymond a vonalaimon, akiknek segítettem, daganatosok, rossz állapotban lévő, jobb állapotban lévők, tehát tudom, hogy mit kell csinálni, meg látom ezeket a dolgokat, csak ténylegesen, amikor veled történik, akkor éreztem, vagy akkor láttam, hogy akkor tényleg nem, tehát addig nem tudod a cipőjükbe képzelni magadat, amíg ez veled nem történik meg, és amikor veled megtörténik, akkor hirtelen az az első, ugye, mert sok minden átfut az emberen, és főleg ugye az az egy dolog átfut, hogy most nekem mennyi az az annyi, tudod, mert nagyon sok, tehát mennyi idő, tehát nekem most mi van kiszabva, én melyik százalékba fogok belesni, hogy igen, a melldaganat az jól kezelhető viszonylag, de mi van, ha kiújul? Mi van, ha 2 év múlva visszajön, és teljesen, mint egy nagyon jó kedves ismerősünknek a mostani élettársa, most temettük el februárban, mellrákba, tehát érted, tehát neki is kiújult, és akkor ilyenkor az ember úgy van, hogy úristen, tehát én most mi lesz? Most mi lesz velem? Tehát így végülis padlót fog az ember először, igen. Számos kérdés felvetődött a lányban, azonban úgy döntött, nem adja meg magát a betegségnek, és mindent megtesz a gyógyulás érdekében. Összeszedtem magam, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én ebből ki fogok jönni. Tehát ez ugye, mint mindenki más, ugye, mindenkinek teljesen más a sztória, úgymond, tehát nem lehet két daganatos betegséget összehasonlítani, tehát valakinek ez segített, valakinek amaz segített, tehát én megtalálom a saját utamat, és bízni fogok abban. Tehát nagyon, nagyon jó orvosokkal voltam körülvéve már idáig is, tehát akik ugye az ismerőseimet, a barátokat, vagy más embereket, akiket segítettek, tehát tudom, hová kell fordulni, mit kell csinálni, csak ugye ilyenkor szembe kell azzal kerülni, hogy igen, lehet, hogy lesz kemoterápia, igen, lehet, hogy ki fog hullani a hajam, amit nagyon szeretek, lehet, hogy sugárkezelésre, igen, lehet, megégetik a bőrömet, lehet, hogy parókát kell hordanom, lehet, hogy műtétre kell ura, sosem műtöttek, tehát ilyen altatásos műtéttel, tehát ettől is fél az ember, ugye, mi lesz akkor, hát, tehát ez mind ugye az ember fejébe lejátszódik, és akkor ezt ugye úgy szembenézni vele, jó, rendben, utána keresni, jó, hogyha kiúlik a hajam, jókor, honnan szedjek szép. Tehát az ember felkészül ezekre a dolgokra, és akkor már is könnyebb, már is jobb, hogy legyenek stabil pontok, legyenek stabil emberek, akikbe tudok kapaszkodni, tehát úgymond orvosok, tudják, mit kell csinálni, etc. És akkor elkezdtem keresni nagyon jó hírű magyarországi orvosokat, hogy én tényleg olyanhoz kerüljek, aki tudja, hogy mit csinál, mert ilyen téren nem lehet csak mellé lőni. Tehát nem lehet az, hogy rossz kemót adnak, és a daganat szétmegy. Tehát nem. Tehát itt profinak kell lenni nagyon, és találtam is, be is jutottam egy nagyon-nagyon jó hírű professzorasszonyhoz. Nagyon jó volt, nagyon, nem is olyan egyszerű oda bejutni, de valahogy úgy hozta az élet, hogy kaptam egy telefonszámot, és pont az ő magántelefonszáma volt, és minden zokszó nélkül felvett magához. A tumor jelen formájában jól kezelhető és gyógyítható gyógyszerek segítségével. Utóbbi a vérkép alapján elkészített magas hatékonyságú szer, amelyet jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban gyártanak. 3 havi adagja átszámítva közel 6 millió forintba kerül. Más dolog meg ugye a mellette lévő alternatíva, tehát azért kell a
a konvencionális kezelés mellett kell más oldalról is megközelíteni, mert hogyha csak kemikáliák jönnek a szervezetbe, ez nem fog jó lenni. Tehát azt tudom, hogy ennek két oldala van. És mert ugye az gyengíti a szervezetet, és ezért vannak dolgok, amiket meg lehet csinálni, csak némelyik dolog nem olcsó. Ugye külföldön is csinálják, etc., gyártják ezeket a gyógyszereket, és akkor én úgy voltam vele, hogy jó, akkor nézzük meg, nem úgy kell hozzáállni igazából, hogy mik az én erőforrásaim ahhoz, hogy én meggyógyuljak, hanem mire van nekem szükségem ahhoz, hogy meggyógyuljak. Tehát úgy kell az erőforrásokat alakítani, és nem kell megalkudni azzal, hogyha most hirtelen nem tudok 6 millió forintot leakasztani, mert nekem egy olyan gyógyszer kell. Nem, akkor én megtalálom a módját annak, hogy akkor legyen. És akkor így indult el a tőkeszerzés. Nagyon hatásos. És nem csak a melldaganatra, hanem nagyon sokféle daganatra. És tudom, mert ezt ugye tesztelték, használták nagyon sokáig, csak éppen ugye az ember saját vérképére készül, és ezért ugye nem olcsó, meg ugye az USA-ban is van, ugye ezt az itteni TB nem fogja támogatni. Tehát én pedig viszont úgy gondoltam, hogy én nem fogok úgymond 5 évre tervezni, tehát én elég fiatal vagyok, ahogy mondod, én még szeretnék gyereket, tehát nagyon sok minden az élet előttem áll, tehát nem, itt nem fogok megállni. Tehát nem úgy van, hogy... És ezért inkább most belevetek minden lehetőséget, amíg erős vagyok, amíg ugye nem, tehát nem gyengültem le, hogy ténylegesen átvészelem ezt az időszakot úgy, ahogy kell. Március elején a lány testvére indított egy adománygyűjtő oldalt, hogy segítsenek neki a gyógyszerhez és egyéb kezelésekhez szükséges pénz összeszedésében. Az első havi adagra mindössze 11 nap alatt sikerült összegyűjteniük a pénzt. Ez egyébként egy amerikai weboldal, az a neve egy GoFundMe, és... ugye oda angolul mi feltettük a kis sztorinkat, és az öcsém kezdeményezte, mert nem minden országgal működik együtt, tehát innen nem tudtuk elindítani, viszont Angliában igen, és ez teljesen tök jó, mert ő ott él. Nem is az volt, hogy na kaptunk egy nagy adományt valakitől, hanem nagyon sok kicsi, ami ilyenkor összejött, ilyen 10 fontok, 25, 50, 5 font, És eznek mind örül az ember, mert a sok kicsi is, ugye abból is 2000 font összejött, tehát én nagyon picikből. És utána jöttek egy kicsit a nagyobbak, valaki adott 1000 fontot, 3000 fontot, tehát ugye az én ismerőseim voltak, akik ugye rögtön némelyik ugrott és segített. Anyukámék nagyon-nagyon támogatnak ebben, tehát mindenben segítenek, orvoshoz isznek, eljönnek velem, akkor ugye a párom, az élettársam, ő vele élek Tolnán, ő most éppen dolgozik tűzoltó, és hát ő is nagyon-nagyon mellettem áll, a családja, tehát mindenki nagyon-nagyon támogat, természetesen. Egy kicsit új volt nekik, némelyiknek, hogy ezt a tőkeszerzés, és tudod, hogy most mindenki van a neten, de én nem úgy vagyok vele, hogy én ezt szégyellem, én inkább ezzel azt is szeretném elérni, hogy szeretnék segíteni másoknak ebbe, tehát hogy kicsit néha változzon meg a nézőpontjuk, hogy lehet tenni, és igenis forduljanak az ismerősökhöz, a családhoz, mert néha azon múlik az, hogy ők hogyan fognak ezen, és nagyon sokan szeretnének segíteni, tehát ténylegesen ezt, mert sokat hallottam olyat, hogy emberek eltitkolják, hogy nekik ez van, az van, de nem lehet, nem szabad. Kifelé kell fordulni, kommunikálni, és akkor jön be a segítség. Kis Barbara édesapja azt mondja, nincs rosszabb annál, amikor szülőként azzal szembesül az ember, hogy a gyermekének egy halálos betegséggel kell megküzdenie. Nem szabad sírni kifelé, csak befelé egy szülőnek, tehát nekünk őt segíteni kell. Szerencsére, hogy ő nagyon erős jellem. Amikor az interneten megnézte az eredményt, és kijött a szobába, és akkor azt mondta, hogy apa, anya, rossz indulatú daganatom van, áttétes. De ne keseredjetek el. Én egy harcos amazon vagyok, szó szerint ezt mondta. Én egy harcos amazon vagyok, és ezt a csatát meg fogom nyerni. Mert én győzni akarok, én élni akarok. És én azóta is bízok benne, és mindennel mellé álltunk, hogy őt segítsük. De hát ez egy nagyon hosszú csata lesz. Ugye azt mondják, hogy 85% a mellráknak a gyógyulási aránya. Hát most egy szülő azért
azt mondja, hogy hát még ott a 15%. Az én gyerekem melyikbe fog beleesni? Ugye az azt jelenti, hogy minden hatodik meghal. És mi azon vagyunk, és azon küzdünk, és ő is azon küzd, hogy ez a 85 mondjuk legyen 98. Tehát, hogy ne hagyatkozunk arra, hogy jó, 85-en meg, vagy 85% meggyógyult, nem, mi többet akarunk, mi biztosabbat akarunk, és ezért vagyunk hajlandóak minden megoldást megkeresni. El sem tudom képzelni más lehetőséget. Tehát ő olyan erős, olyan bátor, hogy ő győzni fog. Csak hát segíteni kell neki. Tehát ő egy nagyon klassz csaj. Tehát ő egy igazi erős jellemű, célra törő, akaratos, ő végcsinálja, ő mindent megold. Tehát csak mellé kell állnunk, és mi mellé állunk. Március végén egy Pécs és Szekszárd közötti jótékonysági futást is szerveztek a lánynak, ami rendkívül eredményes volt, hiszen összesen 900 000 forint gyűlt össze. Az online adománygyűjtő oldalon pedig már a második havi gyógyszerre elegendő pénz is meglett.